Sok szeretettel köszöntjük a Líceum Televízió nézőit! Ez itt az Élmény Suli című műsorunk vakáció kiadása. Így van, hiszen az Eszterházy Károly Egyetem égisze alatt működő komplex alapprogramban dolgozó szakemberek a rekkenő hőségben sem pihennek. Így van, a szakemberek a nyáron is azon dolgoznak, hogy bizony egy olyan program és módszertan kerülhessen majd az iskolákba, ami azt segíti elő, hogy a gyermekek ne csak a vakációt, hanem az iskola kezdést is várják. Kíváncsi vagyok, Gergő, neked hogyan teltek a nyarak hajdanán? Hát nekem a legszebb emlékeim azok, amikor általános iskolásként a nagymamámnál voltam egész nyáron, egyébként pedagógus volt, és a sok játék mellett tudtam vele tanulni, és valami olyasmi volt ez, mint amit a komplex alapprogram is szeretné, hogy élményszerű legyen a tanulás, tehát számomra ezek a hónapok voltak a legszebbek. Ez nagyon izgalmasan hangzik, reméljük, hogy a mai műsorunk is izgalmas lesz, tartsanak velünk, lássuk hát, hogy mivel foglalkozunk az Élmény Suli Vakáció című különkiadásában. Pályaorientáció, pénzügyi ismeretek, egészséges életmód. Többek között ezen témákra helyezi a hangsúlyt az életgyakorlat alapú iskolafejlesztési módszer. A komplex alapprogram egyik fontos célkitűzése, hogy a gyerekek már az iskolában megtanulják azokat az alapvető életvezetési ismereteket, melyek segítségével könnyebben boldogulnak majd az életben. Egészségügyi területről nyelv és humán szakos, szociális és gyógypedagógus tehetséggondozó tanító, módszertanosok, természettudományok iránt elkötelezettek alkotják az életgyakorlat alapú iskolafejlesztési módszer alprogram kidolgozóit. A szakemberek Egerben június elején tartottak tanácskozást. Izgalmas területről van szó, és legalább 8 olyan pillért lehetne említeni, ami fontos itt szerintem a résztvevők tulajdonképpen mutatják is, hogy mennyire szertágazó dologról van szó. Hát reményeink szerint valóban teljesen át fogja fogni az egész köznevelés rendszerét, sőt, ezen túlmutatva azt gondolom, hogy a pedagógus képzésben, meg a pedagógus továbbképzésben is egy nagyon komoly előrelépés lesz. A legfontosabb feladatunk az, hogy azt meghatározzuk, hogy a nyáron ki milyen feladattal fog majd munkálkodni, azért, hogy szeptemberben a következő dolgainkra tudjunk koncentrálni. Nagyon pozitív a kollégáknak is a hozzáállása, úgyhogy azt lehet érzékelni, hogy ez a fajta szellemi kihívás, ez egy igen pozitív légkört tudott létrehozni itt a mai napon. A tím által létrehozott módszerek, fejlesztések egyrészt bekerülnek a közismereti tárgyakba, tehát a délelőtti oktatásba, másrészt pedig a délutáni foglalkozások során is lehetősége lesz a gyerekeknek majdan találkozni ennek az újításaival, innovációival. Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban? Ha úgy néz ki, valóban pontos volt a megfogalmazás, tehát a délelőtt a közismereti tantárgyakba is be fognak kerülni, meg délutára is. Az elképzelés az, hogy valamennyi a projekt kidolgozza a maga módszertani ajánlásait, módszertani eszköztárát, és akkor az egyes tantárgyaknak az oktatói pedig ezekből válogatva tudnak majd a saját óráikban hasznosítani. Hadd mondjak egy példát, tehát itt például az egyik fontos kérdés az életgyakorlatoknál a gazdálkodás, a pénz kérdése. Amikor angol órán a gyerekek arról tanulnak, hogy a pénz, meg a bankolás és a többi, akkor nem az angol szakos kollégának kell kitalálni, hogy milyen kis játékkal vagy csoportmunkával vezesse be ezt a történetet, hanem az általunk megtett ajánlások alapján, és hát valamennyi alprogram gyakorlatilag ugyanezt csinálja, tehát ez is egy óriási kihívás a dologban egyébként, hogy össze kell majd igazítani ezeket a fejlesztéseket, és akkor lesz ez igazán hatékony. A délután az talán egyszerűbbnek tűnik, mert hogy ott meg nyilván minden alprogramnak meg lesz a maga területe, és akkor ott pedig olyan foglalkozásokat fogunk kitalálni, ami a délután folyamán segíti a gyerekeket abban, hogy ezen a területen előre haladjanak. A komplex alapprogram egyik legfőbb célkitűzése a lemorzsolódás, az iskolai lemorzsolódásnak a csökkentése. Mit gondol úgy összességében a jövőre tekintve, nyilván hogyan tud ez az életgyakorlat alapú iskolafejlesztő módszer ehhez hozzájárulni?
Hát amennyire látom még itt most az útnak az első harmadába, azt gondolom, hogy leginkább azzal fog tudni ehhez hozzájárulni, hogy egy olyan iskolaképet vizionálunk, ahol a gyerek jól érzi magát. És hogy mik jellemzik a megálmodott iskolát, életszerű tanítási órák, délutáni a gyermek érdeklődésének megfelelő, élményt adó foglalkozások, valamint a tehetségfejlesztés és a hátránykompenzáció. A résztvevő szakemberek elmondták, saját szakterületükkel milyen módon tudnának hozzájárulni a fent említett célok eléréséhez. Végre egy olyan programot csinálunk, és úgy akarjuk meg képezni azokat a pedagógusokat, akik már egyébként tanítják a gyerekeinket, meg az unokáinkat, hogy legyen benne az a szemlélet, hogy igazából a tantárgyakat az az ember alkotta meg. Mert a természetben se kémia nincsen, se fizika, se biológia, se matematika, mondom ezt matematika szakosként tanárni, hanem egyszerre jelentkezik minden. És például az életalapú, ugye, amiről most beszélünk, hogy olyan gyakorlatot kialakítani, hogy, és nagyon tetszik, benne van az is, hogy ott legyen a végén a felelősségvállalás. Mert bármit teszünk, bármit alkotunk, annak van alapja, és arra szoktam mondani, akár a hallgatóimnak is, hogy lehet diplomát szerezni a természeti, környezeti feltételek nélkül? Nem lehet. És amikor azokat a diplomát megszerezte, mondjuk vegyünk egy tanárt, amikor a munkát végzi, annak pedig mindegyiknek van környezeti hatása. Tehát ebből az következik, hogy ennek a komplex programnak a lényege az lenne, hogy tudatosítani, hogy egy komplex rendszernek vagyunk a részei. Tehát órán nyilvánuljon meg, bármely órán az, hogy következmények is vannak. De mondok egy matematikai példát, szabad? A gyereknek már olyan tanára lesz, miután mi komplex módon továbbképeztük, olyan matematika tanára, és azt mondja, hogy na figyeljetek, ha bementek vásárolni az üzletbe, ugye, mert fogyasztói társadalomban élünk, vegyed, vigyed, fogyaszt, ugye, ez óriási nyomás van rajtunk. De a komplex módon képzett tanár, matematika tanár azt mondja a gyereknek, hogy na gyerekek, matematika segítségével el lehet dönteni, hogyha bemész mondjuk gyümölcslevet vásárolni, hogy mikor veszel kevesebb hulladékot. Ha egy 2 literes gyümölcsleves dobozban veszed meg, vagy 2 1-literesben. És az a gyerek már fogja tudni, hogy ho-ho, hát természetesen 2 1-literesnek nagyobb a felülete, sőt, annak 2 kupakja van, 2 alja van. Ebből következik, hogy én már környezettudatos vagyok, mert az én tanárom környezettudatosan tanított. Én már tudom, hogy a 2 literes kell megvenni, hogy kevesebb legyen a hulladék például. A konzorciumi partnerek képviselői egymás tapasztalataira építve nyáron is folytatják a megkezdett munkát. A konzorciumi partnerek által delegált szakemberekből jöttek létre azok a munkacsoportok, melyek azon dolgoznak, hogy egy olyan kvízikönyvet tudjanak létrehozni, amik segítik a pedagógusok munkáját. Július 21-én egy workshop keretein belül ültek össze és dolgoztak ezen. A komplex alapprogram megalkotói számára fontos feladat, hogy a módszer kidolgozása mellett praktikus, jól használható kézikönyveket hozzanak létre, melyek a pedagógusok munkáját segítik majd tanúrai keretek között. Minden konzorciumi partner megjelenik, a pályázat minden résztvevője kiveszi a részét majd ebből a munkából, és reményeink szerint egy olyan módszertani kézikönyvet sikerül majd összeállítanunk, amely nagyon jól használható és segítségű szolgáló anyag lesz azoknak a pedagógusoknak a számára, akik a komplex alapprogramot beépítik a mindennapi nevelő-oktató munkájukba. A kézikönyv létrejötte, hogyan ütemeződik, melyek a főbb állomásai ennek a munkának? Hát először ugye megalakulnak majd a munkacsoportok, beszélünk alsós és felsős munkacsoportról. Az alsós munkacsoport esetében 10, a felsős munkacsoportnál pedig 16 közismereti tantárgyhoz szeretnék kidolgozni ezeket a módszertani segédeszközöket, tanmenetet, tematikus tervet és részletes óraterveket, ezáltal is, ahogy említettem, segítve a pedagógusok mindennapi munkáját. Külön tantárgyi munkacsoportok alakulnak meg mind alsó, mind felső esetében, és ezek a tantárgyi munkacsoportok együttesen összedolgozva fogják majd elkészíteni ezt az anyagot. A vendégeket, kollégákat dr. Pajtóknék dr. Tari Ilona rektor helyettes asszony köszöntötte, és saját oktatási tapasztalataira alapozva mondta el, számára mit akar a jó módszertan. Egy olyan módszertan tanítsunk a tanári jelölteknek,
ahol a diák van a középpontban, ahol a tanár koordinál, ahol a tanár segít, és hiába is próbáltam ezeket a módszereket, valójában egy év során mondjuk 30-40 diák, itt az Eszterházy Károly Főiskolán körülbelül ennyi földrajzos került ki tőlünk egy év alatt. Ezek, ha gyakorolják is ezeket az új módszereket, de valójában ahhoz a nagy léptékhez, amiben most belefogtunk, ez nagyon-nagyon kicsi. Ezért is gondoljuk azt, hogy a Jóisten ajándéka az, hogy egy olyan országos hatáskörű, egy több egyetemet, ugye 8 egyetemet összefogó program során tudunk módszertani, megújítást végrehajtani a magyar köznevelésben. Ez egy olyan hatású lesz majd reményeim szerint a köznevelésben, amely évtizedek óta nem volt és történelmi jelentőségű. Hogyan épül fel egy jó ilyen módszertani kézikönyv? Mi ennek az ismérve, mint gyakorló pedagógus kérdezem? Hát a jó módszertani kézikönyv az biztos, hogy segítséget nyújt a pedagógusnak és segíti az eligazodását. Pontosan emiatt egy olyan rendszert szeretnénk fölépíteni, ami a tematikus tervekből indul és az óratervekben fog végződni, és ehhez kapcsolódnak azok a feladatbankok, tevékenység, területek, amelyek segítik a pedagógusnak a munkáját, és valóban ez egy nagyon fontos lépése és fejlesztési iránya a projektnek, hiszen ezzel fogunk kimenni a porondra, hogyha szabad így fogalmaznom, tehát ezt kapják meg a pedagógusok, tehát a fejlesztési eredmény ezekben a módszertani anyagokban fog rá. És ugye első körben még a terv az, hogy az alsó tagozatban vezetik be a komplex alapprogramot, de aztán folyamatosan felmenő rendszerben, majd az általános iskolai tanulmányok során remélhetőleg minél több gyermek fog ezzel találkozni. Ennek megfelelően alsós és felsős módszertani kézikönyv is készül. Így van, szét is kell választanunk, hogy a köznevelés sajátossága miatt, és fókuszálva itt a tanítókra és a tanárokra is, pont emiatt van szétvéve ez a két terület, tehát a tantárgy specifikusan fogjuk mi ezt megtenni, tehát mind az alsó tagozatban, ahol 10 tantárgy van, mind a felső tagozatban, ahol 16, készülnek külön évfolyamokra lebontva ezek a módszertani könyvek. Dr. Kánagy Emese beszédében a differenciált oktatói-nevelői munka fontosságára hívta fel a hallgatóság figyelmét. Ennek az alapelvnek a módszertani kézikönyvek készítésénél is fontos szerep jut. Ezt szem előtt tart, hogy a tudásban és szocializáltságban heterogén tanulócsoportot együtt kell kezelni. Innentől fogva ez az alapelv adja azt, hogy nekünk kettő dologra kell figyelni. Az egyik az, hogy garantálnunk kell, szinte garantálnunk kell a gyerekek magatartásának a megváltozását, és a másik pedig az almotiváltságnak a megszüntetését. A munkafüzetek kidolgozása szakmódszertanos kollégák bevonásával történik, és fontos szerepet kapnak benne a pedagógusok önreflexióját segítő kérdések is. A cél, hogy olyan feladatokkal dolgozzanak az iskolában, melyek hatására javul az órai magatartás, valamint megszűnik a tanulók motiválatlansága, így hatékonyabban valósulhat meg a hátránykompenzáció, valamint a tehetséggondozás. Készül egy szakmai konszenzuson nyugvó koncepció, mely a komplex alapprogram egészére meghatározza a siker kulcsát és gátat vet a korai lemorzsolódásnak az iskolában. Hangzott el a Szilvásváradon július 5-e és 7-e között tartott rendezvényen. A programot kidolgozó, különböző területekről érkező szakemberek 3 napot szántak arra, hogy meghatározzák a következő 1-2 hónap feladatait és közös nevezőre jussanak az alapelvek tekintetében. Különböző tapasztalattal rendelkező különböző korú és végzettségű szakemberek találkoztak Szilvásváradon, hogy eloszlassák a lila ködöt és konkrét, megvalósítható, a mindennapi életben alkalmazható tudásrendszert fektessenek le, hangzott el a konferenciát útjára indító workshopon. A mai nap az a komplex alapprogram koncepció, amit ma már egy pedagógiai rendszerré fejlesztettünk, részletes kidolgozásáról fog szólni. Egy 3 napos workshop keretében fogjuk ennek a mélységét, illetve a tartalmát kidolgozni. Itt van szerencsére minden konzorciumi partnerünk, úgyhogy teljes a csapat, és ez lehetőséget biztosít arra, hogy tényleg egy közös gondolkodás eredményeként, egy együtt dolgozás eredményeként alakuljon ki a pedagógiai rendszerünk. Elsősorban kik kaptak meghívást erre a mai és a 3 napos tanácskozásra?
azok a szakemberek, akik látják egy-egy ilyen pedagógiai rendszernek a fejlesztési oldalát, de természetesen az iskolával is napi kapcsolatban vannak, mert ez egy nagyon fontos lépése a komplex alapprogram fejlesztésének, hogy minél inkább iskola közeli legyen, minél inkább a gyakorlatban alkalmazható legyen. Az előadások milyen témaköröket fognak érinteni, vagy elsősorban ezen a három napon mire helyezitek a hangsúlyt? Mindenképpen az interaktivitásra, ami egyébként a komplex alapprogramnak az egyik fő eleme, tehát nagyon kevés plenáris előadás lesz, workshop jellegűen, tréning jellegűen fogunk együtt dolgozni, és már-már a munka módszerekbe becsempészük azokat a fejlesztési irányokat, amik egyébként az iskolában is megjelennek, tehát páros munkába, csoportmunkába, kis csoportba fogunk dolgozni. Elhangzott az is, hogy itt lesznek a konzorciumi partnerek. Volt már több alkalom egyébként az összecsiszolódásra, gondolatok egymással való megosztására? Ennek van már egyfajta rendszere és folyamata? Van már előélete szerencsére, volt egy alakuló workshop, az egy picit formálisabb volt, ott nagyjából meghatároztuk a munkacsoportnak a működését, a kereteit, kidolgoztuk a koncepciónak a fő irányait, és ennek a mélységi tartalma fog most kialakításra kerülni. Az ideális pedagógus természetesen gyermekközpontú, nem dobja sútba korábbi tapasztalatait, ugyanakkor nyitott az újra, így fogalmaztak a résztvevők. Adaptív pedagógusokra van szükség, akik az egyéni sajátosságokra és szükségletekre oda tudnak figyelni. Ha ezt megkapja minden gyermek, akkor meg tudnak maradni az iskolapadban, mondták. Hát az első és a legfontosabb az, hogy elhivatott pedagógusokkal tudjunk együtt dolgozni. Abban az esetben, hogyha egy pedagógus azonosulni tud ezzel a programmal, akkor teljesen más a légkör, teljesen más, hogy tudunk hozzáállni mindenhez. Eddig is azt gondolom, hogy nagyszerűen működtek az iskolában a pedagógusok, és végezték mindennapos munkájukat. Ez az egész program azonban egy olyan módszertani megújulásra ad lehetőséget, ami nem csak megújulást jelent, hanem színességet is jelent. Ezáltal próbáljuk még színes még élvezhetőbbé tenni a tanulást, hogy el tudjuk azt érni, hogy a gyerekek örömmel jöjjenek iskolába, örömmel tanuljanak, és mindezt játékos formába tudják megtenni. Tehát ez kvázi egy fejlődést fog jelenteni a módszertanban ezek szerint? Igen, azért azt elmondhatom, hogy folyamatos módszertani megújulás alatt állunk, hiszen egy pedagógustól a maximális elvárás az, hogy minden tekintetben kövesse a legújabb és a legfontosabb dolgokat, de értelemszerűen mindig kell egy megújulás. Ez egy másik oldalról közelíti meg, de azt gondolom, hogy erre szükség van. Szükség van a pedagógusnak is, hogy egy kicsit megújuljon, más szempontból is közelítse a tanítást, ugyanakkor a diákoknak majd az, hogy milyen haszna lesz, az pedig azt gondolom, hogy itt most a mi nagy feladatunk, és ha ezt sikerül elérnünk, akkor jó iskolát tudunk csinálni. Teljesen egyértelműen azt gondolom, hogy egy olyan pedagógus jár a fejünkben, amiből rengeteg van ma Magyarországon egyébként, amelyik az egyéni sajátosságokra és az egyéni szükségletekre oda tud figyelni. Ha ezt minden gyerek megkapja, akkor függetlenül a származásától meg tud maradni az iskola számára. Ez azért egy hatalmas változás lesz, mint módszertanban, mint pedig nyilván a bevezetés tekintetében. Milyen hosszú folyamat előtt állunk, ezt lehet-e már így előre látni? Hát a projekt időbeosztását lehet látni, ez egy 4 éves munka. Egyébként szerintem számos előzménye van az országban ennek, amire kell támaszkodni. Azt is gondolom, hogy a pedagógusok vágynak valami olyan eszközrendszerre, amivel a napi problémáikat sokkal sikeresebben tudják megvívni, és bent tudják tartani a gyerekeket az iskolában. Hát 4 év alatt arra lehet nyilván vállalkozni, hogy szerzünk tapasztalatokat arról, hogy működőképes-e az, amit kigondol ez a projekt, és a fenntarthatóság az már nem a projekt felelőssége, hanem az iskoláké, a pedagógusoké és az oktatás irányításé. Minden gyermek érkezik valahonnan és hazamegy valahová, hangzott el, így tehát a korai iskola elhagyást nem kizárólag pedagógiai, hanem szociológiai kérdésként is kezelni kell a sikeres beavatkozás érdekében. Szó esett arról is, hogy a lemorzsolódást két szinten érdemes vizsgálni, az elsőtől negyedik osztályos kisgyermekek és a középiskolás korosztály vonatkozásában, hiszen különbözőek lehetnek az iskola elhagyás okai. Én ugye szociológusként vagyok jelen, elsősorban nem neveléstudósként, illetve szociális munkásként, tehát közösségekbe, csoportokba gondolkodunk, ahogy a bevezető körben is elmondtam. Ugye itt egyébként a projekt kapcsán nem teljesen világos akár a lemorzsolódásnak a fogalma, mert sokan azt értik ez alatt, hogy az 1-4 osztályban, de talán sokkal nagyobb probléma lehet, nem csak ez az időszak, hanem az, hogy 8. után, tehát a
az alapfokú képzettség után nem tanulnak tovább ezek a gyerekek, vagy a hátrányos helyzetű gyerekek, illetve hogy középiskolából, ugye az oktatás szociológiában ez egy nagyon nagy falat, hogy középiskolából hogyan morzsolódnak le. Tehát ugye itt különösen mondjuk a hátrányos helyzetű lányok esetében. Tehát hogy azt gondolom, hogy ezekkel is kell foglalkozni, tehát két szinten kellene a lemorzsolódással foglalkozni, a nagyon kicsi korban, illetve a 14 éves életkor utáni lemorzsolódással is lehetne foglalkozni. És azt gondolom, amit itt próbáltam a bevezetőkörben is hangsúlyozni, hogy ez nem kifejezetten, vagy nem csak neveléstudományi, vagy pedagógiai program. Tehát lehet bármilyen szép pedagógiai elveket lefektetni, hogyha nem úgy látjuk az iskolát, hogy az nem egy elszigetelt valami, hanem benne van egy társadalomban, minden gyerek jön valahonnan, és hazamegy valahova. És lehet, hogy pont ezt is kellene, vagy lehetne kezelni ezekkel a programokkal, hogy mit tudunk a családoknak segíteni, hogyan tudjuk a családokat, vagy a tehetséges gyerekeket, vagy a lemorzsolódásnak kitett gyerekeket támogatni abban, hogy ez ne történjen meg, hogy kiessenek az iskola rendszerből, vagy ilyen korán elhagyják az iskolát. Tehát, hogy valahogy komplexen kell majd ebben gondolkodni. A most kidolgozott alapelvek alapján készül el a módszertani útmutató, amit aztán a későbbiek során a program más munkacsoportjai is használni tudnak. A többi munkacsoport pedig ehhez hozzáteszi saját specialitását, így lesz teljes a kép. Ebben egyetértett a konferencián résztvevő közel 30 szakember. Azért jöttük össze, hogy kidolgozzuk, és közösen megalkossuk azt az ideális iskolát, amire mi szeretnénk majd a program végén kiképezni a pedagógusokat. Különböző felsőoktatási intézmények vannak jelen, azon belül különböző szakemberek vannak jelen, különböző életkorú, tapasztalatú, felkészültségű, szakmai végzettsége rendelkező, és én azt gondolom, hogy a három nap végére kijön az a ideális iskola, amit mi szeretnénk. És ha a mi fejünkben ez tiszta, tehát egészen pontosan látjuk a célt, akkor tudjuk közvetíteni a pedagógusok számára. Szeretnénk, hogyha ez nem egy lila köd lenne, hanem ez egy konkrét, megvalósítható és a mindennapi életben alkalmazható program lenne. Augusztus elejére célul tűzték ki az egyeztetésen, hogy elkészül a komplex alapprogram pedagógiai rendszerének első verziója, mely áthatja az egész programot és meghatározza, mi a filozófiája, gyermekképe, tanárképe egy a komplex alapprogram alapján működő iskolának. Kedves nézőink, műsorunk végéhez közeledve engedjék meg, hogy néhány programra hívjam fel figyelmüket, mely a pályázat égisze alatt valósul meg a közeljövőben. Itt áll mellettem Varga Szabolcs, a projektmenedzsere, akitől azt kérdezem első körben, hogy hogyan zajlik projekt szempontból a nyár, és milyen rendezvények várhatók a közeljövőben. A komplex alapprogramban nem pihenünk, nyáron is vannak rendezvényeink. Az egyik ilyen és nagyon fontos rendezvényünk egy projektmenedzsment és szakmai vezetői konferencia, augusztus 16-án és 17-én kerül megrendezésre, és itt a 7 konzorcium partner, illetve a konzorcium vezető részvételével a projekt előadásáról fogunk egyeztetni, a jövőbeni kérdéseket fogjuk átbeszélni. Tehát ez egy belső fórum gyakorlatilag, de hát lesz egy nagyobb durranás szeptember elején, közepén. Szeptember 29-én fog megrendezésre kerülni a 3. DNS nap. Az Eszterházy Károly Egyetem életében már egy olyan program, amelyet rendszeresen megrendeznek, de most ez egy kicsit mégis más lesz. Így van, hiszen alapvetően ugye a játékos matematika tanulás tanítást helyezi előtérbe, azonban a DNS napi programok jelen rendezvényen a komplex alapprogram való illesztésről is szólni fognak, így a komplex alapprogramba való beágyazottságáról is szó lesz a DNS program keretében, a DNS nap keretében. És hát ugye ide várunk előadókat és érdeklődőket is, mik a jelentkezési feltételek és a határidők? Augusztus 15-ig lehet jelentkezni a előadónak, illetve szeptember 15-ig lehet regisztrálni résztvevőként. Úgyhogy mindenkit szerettel várunk, és minden előadót arra buzdítunk, hogy vegyen részt ezen a színvonalas rendezvényen. Köszönjük szépen, hogy mindenről beszámolt, a nyári munkához kitartást kívánok. Köszönöm önnek szépen. És a projekt megvalósítóinak, és mi természetesen, ahogy azt már megszokhatták, beszámolunk ezekről a rendezvényekről, itt a Lícom televízióban az Élménysuli című műsorunkban.
kedves nézőink, műsorunk végéhez értünk. Ha tehetik, a nyár folyamán is kövessék a Líceum Televízió műsorát. A pályázat részleteiről pedig a Komplex Alapprogram honlapjáról is tájékozódhatnak. Mi köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük szépen a viszontlátásra! Ha tehetik, tartsanak velünk szeptemberben is, hiszen akkor újból jelentkezik Élménysuli című műsorunk. Viszontlátásra! Széchenyi 2020 készült az Eszterházy Károly Egyetem megbízásából.